Sziasztok! Sziasztok! Egy új projektbe kezdünk bele most ketten Lucával, méghozzá egy nagyon kedves mesét fogunk elmesélni nektek. Lázár Ervin, a kisfiú, meg az oroszlának. Első fejezet, amelyben megismerkedünk Bruckner Siegfrieddel, miközben újságot olvas. Ma is, mint mindig, pontosan 4:30-kor befejeztük a munkát az építészeti hivatalban. Letettük a vonalzókat, ceruzákat, a kapuban elbúcsúztunk egymástól, és elindultunk hazafelé. Ezt terveztünk, ez alatt jó ízűen szundikáltak a papíron, vagy talán éppen beszélgettek és megmutogatták egymásnak az erkélyeiket és az emeleteiket. Erről persze nem tudhat senki, mert a hivatal ilyenkor már teljesen üres. Nem siettem, jó melegen sütött a nap, sétálgattam és fütyűréztem. Mindig a Levendula és az Orgona utcán járok. Városunkban az utcáknak csupa ilyen szép virágnevük van. De nem csak a nevük szép, gyönyörűek az utcák is. Nagy lombú fáikkal, tenyérnyi kis virágágyásaikkal. Ilyenkor nyáron a fák alatt kellemes, hűvös van, és jól esik alattuk sétálgatni. Ráadásul por sincs, mert erre autók nem járnak. Túl szűkek és girgbe gurbák az utcák. Örülök ennek. Véleményem szerint minden városba kellenek olyan utcák, ahol nem járnak autók. És az is jó, ha ezeknek az utcáknak virágnevük van. Hazafelé menet először az Orgona utcán megyek végig, az Orgona utca derékszögben a Levendula utcába torkolik. Itt pontosan az Orgona utca torkolatával szemben áll egy ház. Magas kőkerítése van, amelyre az építőmester mindenféle díszt fabrikált, oly módon, hogy a téglák egy részét kijebb rakta a falban, mint a többit. Rátarti és előkelő díszek, de azért látszik, hogy az építőmester csuda jó kedvű volt, mikor csinálta. Régi a kerítés is, meg a ház is. Az udvart még sosem láttam, de gondolom, hogy szép lehet. A gesztenyefa miatt, melynek lombja átnyúlt a kőkerítésen, gondolom, hogy szép lehet emiatt. A ház oldalát zöld repkény futotta be. Az ablakkereteket barnára mázolták, csak a nagy üveges terasz farészei voltak fehérek. Szigorú vastag fala volt a háznak, abban az időben, amikor építették, még ilyen vastag fal volt a szokás. És régi, megbarnult mohás cserép vette. Én csodálatos házakat tervezek, több emeletes valamennyi, és csupa üveg, szín meg villog. Egyszer majd magamnak építek házat, akkor pontosan ilyet tervezek, mint ez a Levendula utcai. Ezt már régen elgondoltam magamban, a kerítés is éppen ilyen magas, díszes kőkerítés lesz, és a repkény is ugyanúgy futja majd körül. Talán csak a falai lesznek vékonyabbak. Minden esetre titokban szabad kézzel lerajzoltam a tervet egy papírra, és még udvart, meg gesztenyefát is terveztem hozzá, bár ez már nem egészen az építész feladata. Nem tudtam, ki lakik a házban, soha sem bemenni, sem kijönni nem láttam senkit. Pedig nagyon furdalta az oldalamat a kíváncsiság, és azt gondoltam, hogy aki ebben a házban lakik, az nekem biztosan nagyon jó barátom lenne. Barátok ott okvetlenül kellenek az embernek. Ma azonban, éppen mikor odaértem, kinyílt a ház kapuja, és egy kisfiú lépett ki rajta. Vékony, szemüveges, szőke kisfiú, egyenesen rám nézett, mintha engem várna. Aztán riadtan, körülkémlelt, hát ha meglátja valaki, nem járt arra senki. A kisfiú rám hunyorított és intett. Gyere! Nem ellenkeztem, tudtam, hogy nagyon fontos dologról van szó, és utána indultam. A kapu mögött kavicsos út ágazott ketté, az egyik ág szürke kőlépcsőhöz vezetett, melyen a házba lehetett bejutni, a másik pedig a haragos zöld elvadult kertbe vitt. Középen hatalmas gesztenyefa trónolt, a kertbe mentünk, lábújhegyen, hogy ne csikorogjon a kavics. A kisfiú időnként hátrafordult, rám nézett, és a szája elé tette az ujját. Pszt. A kert hátsó végében egy régi-régi pajta állt.
faláról nagy foltokban lehullott a vakolat, és fazsindejes tetejét is jól megtépázta az idő. Nagy, kétszárnyú deszka ajtaja kopott volt és töredezett, széles rések tátongtak rajta. Az egyik szárnya kissé előre dőlt, mintha el akarna hasalni. Megálltunk, a kisfiú intett, hogy hajoljak közelebb hozzá, és halkan azt suttogta a fülembe, nézd be, itt van az oroszlánom. Bekukkantottam a résen, a pajtában kirojtosodott karosszékben egy nagyon öreg oroszlán ült. Orrán fekete keretes pápa szemet viselt, és újságot olvasott. A szemüveget csak nagyzási hóbortból teszi föl, súgta a kisfiú. Nincs benne üveg, különben nagyon rendes öreg oroszlán. Bruckner Siegfriednek hívják. Ez volt a mai részünk, az első fejezet. Holnap folytatjuk a második fejezettel, amelyben Bruckner Siegfried szóba ereszkedik velünk, és közben lódít is egyet. Ezt fogjuk holnap megtudni. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Sziasztok!